A növénytermesztési sikerek után most a haltenyésztésben is sikereket értek el itt az Alföldi Állattenyésztési Napok termékdíj pályázatát. Gratulálunk! Nagyon szépen köszönöm. Én már hagyományos, hogy indulunk az Alföldi Állattenyésztési Napokon a termékdíj pályázatokon, hol növénytermesztési, hol pedig most speciálisan egy halászati pályázattal. Én azt gondolom, hogy egy nagyon jó kis pályázatot raktunk össze, és köszönöm szépen még egyszer, hogy itt pályázhattunk, és első díjat nyerhettünk. Mi ennek a pályázatnak a lényege? A növénytermesztéssel együtt a halászati pályázatunkat is fejlesztettük. Amikor a dalmandi öntözés fejlesztést átadtuk, akkor a halászatban is egy investíciót hajtottunk vészre, hiszen ugyanaz a vízbázisa mind a két egységnek, a növénytermesztésnek is és a halászatnak is. Ennek keretében kialakítottunk egy recirkulációs rendszert a halászatnál, és egy intenzív harcsanevelési technológiát kezdtünk el fejleszteni, és fogtunk bele, és tulajdonképpen ennek a hozadéka, amiben most tudtunk itt pályázni, a lárvakortól egy egynyaras harcsanevelés, egy tápra, intenzív nevelésre alapozott telelőrendszerben, aminek a technológiáját, elemeit fejlesztjük, próbálgatjuk, és kiemelkedő eredménnyel nagyjából 10 dekás harcsát tudunk előállítani a szezonban. 7000 darabot tudtunk megcsinálni 2014-ben, 4000 darabot 2015-ben. Ez a magyarországi egynyaras harcsanevelésnek a 60%-a volt 2014-ben. A 15-ös adatokat még sajnos nem tudjuk, de itt is piacvezetők vagyunk mindenképpen. Hova lehet eladni ezeket a kis harcsákat? Nagyon sok piaca van egyébként. A ragadozó hal nem csak a harcsa egyébként, hanem az összes többi ragadozó hal keresett a piacon. Ugye a halászati ágazat árbevétele vagy eredményessége nagyban függ attól, hogy tudja előállítani a megszokott halakat, például a piaci pontot, és egy nagyon fontos kiegészítője, hogy ragadozó halból hogyan tudunk eredményesek lenni. Akár a horgászpiacon egyébként, nagyon sokat adunk el horgászpiacra, halastavak népesítésére, olyan helyekre, ahol horgászat folyik, illetve külföldre, Olaszország, Szerbia, Horvátország a fontos piaci cél. A harcsán kívül más ragadozókkal foglalkoznak-e? Zajlanak-e kísérletek? Zajlanak kísérletek. A süllőt próbáltuk most már 3 évben. Egy picit nehezebb annak a ugyanilyen körülmények közötti tenyésztése. Illetve próbáltuk a combót még, mint érdekességet, és a sügért, a csapósügért.